Vörös riasztást adott ki az ENSZ, a szervezet új klímajelentése szerint küszöbön áll a katasztrófa a bolygón. Azt írják, visszafordíthatatlan a globális felmelegedés, aminek beláthatatlan következményei lehetnek a Földön. Soha nem látott forróság, viharok és áradások jöhetnek. Szakértők szerint ugyanakkor még van reményem, ahhoz drasztikus változások kellenek. Teljes települések váltak a lángok martadékává az Egyesült Államok nyugati partjainál a több mint egy éve szinte folyamatosan dúló tűzvészben. A példátlanul meleg és száraz időjárás következtében 41 ezer négyzetkilométer, tehát egy fél magyarországnyi terület pusztult el 2020-ban, minden idők legpusztítóbb tűzvészében. 2020 volt ugyanis Földünk legforróbb éve. Voltak olyan területek, ahol az előző évhez képest 6 Celsius fokos volt az átlag hőmérséklet emelkedés. Nem csak a meleg rekord dőlt meg, a szélsőséges időjárási jelenségek is rekordokat döntögettek. A 2020-as volt a valaha mért legaktívabb hurrikán szezon a Csendes-óceáni térségben. Ausztrálián márciusban söpört végig a történelem legpusztítóbb áradása, Németországban pedig emberemlékezet óta a legtöbb halálos áldozatot követelő természeti katasztrófát jegyezték júliusban. 177-en vesztették életüket az áradásokban. Beláthatatlan következményekkel járhat a közeljövőben a klímaváltozás, egyre gyakoribbá és pusztítóbbá fognak válni a szélsőséges időjárási jelenségek. Figyelmeztet az ENSZ friss klímajelentése, amelyet 66 ország több mint 230 szakértője készített. Az ipari forradalom óta 1,1 Celsius fokot nőtt Földünk átlaghőmérséklete, ami minden eddiginél szárazabb és melegebb nyarakat, pusztító erdőtüzeket okoz világszerte. A sarkkörön is tombol a hőség, s ennek következtében soha nem látott mértékben kezdtek olvadni a bolygó jégsapkái, ami drámai mértékben növelte a légkör páratartalmát. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az emberi történelemben példanélküli viharokat, áradásokat tapasztalunk világszerte, s a környezeti katasztrófák a közeljövőben csak súlyosbodni fognak. A jelentést ismertető online sajtótájékoztatón az éghajlatváltozást vizsgáló testület szakértői kijelentették, a globális felmelegedés immár visszafordíthatatlanná vált. Néhány napjainkban tapasztalt jelenség példátlan az elmúlt évezredek történetében. 2000 éve nem volt ilyen gyors ütemű a felmelegedés. A jelenlegi széndioxid koncentráció a legmagasabb az elmúlt 2 millió évben. A tengerszint gyorsabban emelkedett az elmúlt 100 évben, mint az elmúlt 3000 évben bármikor. Sorolta a legaggasztóbb jelenségeket a klímaváltozás fizikai tényezőit kutató munkacsoport társelnöke. A szakértők szerint a melegedés 10 éven belül elérheti a 1,5 Celsius fokot is. Ha ez bekövetkezik, az végzetes hatással lesz környezetünkre és az emberi életre. Gyökeresen fogja megváltoztatni a Föld összes szegletében az emberek mindennapjait. A jelentést jegyző kormányközi testület dél-koreai elnöke kijelentette, nincs olyan régió a Földön, amelyet elkerülnének ezek a változások. A meteorológiai világszervezet főtitkára mindazonáltal emlékeztetett, a jelentés egyik fő tanulsága, hogy még mindig van remény egy fenntartható jövő felépítésére, komoly és drasztikus változásokkal elkerülhető, hogy 2030-ra elérjük a kritikus 1,5 Celsius fokos hőmérséklet emelkedést. Még mindig van remény, hogy megállítsuk a jelenlegi tendenciákat, amennyiben csökkentjük a fosszilis üzemanyagok használatát és az erdőirtást, emlékeztetett a szakember. António Guterres, az ENSZ főtitkára kijelentette, a jelentés egy vörös riasztás az emberiség számára, nincs visszaút, a változás elkerülhetetlen.